Ezek a felvételek az út mentén készültek nem messze szexártól, a parlagfű számít Magyarországon az egyik legerősebb allergizáló növénynek, ami hosszú hónapokon keresztül megnehezíti a ráérzékenyek életét. A Tolna megyei földhivatal osztályvezetője azt mondja, az éghajlatváltozás miatt a parlagfű virágzási ideje is megváltozott, emiatt pedig a gyomnövény nyírtására vonatkozó törvényt is módosítani kellett. Az idei évtől nagyon fontos változás, hogy a jogalkotó megszüntette a július 1-i határnapnak úgymond a kedvezményét, ameddig korábban meg kellett akadályozni a földhasználójának, hogy a parlagfű virág virágbimbója kialakuljon. Most a növénynek a biológiai állapotához kötött a parlakfű kötelezettség. Gyakorlatilag nem szabad hagyni, hogy a parlagfű virágbimbós állapot kialakuljon. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a fizikai mellett érdemes kémiai védekezést is alkalmazni a parlakfű ellen. Viszont ha valakinek a földjén parlagfűvet észlelnek az ellenőrök, az büntetésre számíthat. Tolna megyében tavaly 100 fölött volt a kiszabott bírságok száma. 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet, de függ a a, tehát az érintett terület nagyságától, és az érintett terület nagyságon belül is a borítottságtól, tehát milyen sűrűn van a parlak, 15 5000 től 5 millióig. talvajiban összesen 131 alkalommal szabott ki bírságot a növény- talajvédelmi hatóság, mintegy 4 millió 900 ezer forintos értékben. Ha valaki egy területen parlakfüvet lát, érdemes értesíteni az illetékes hatóságot, vagyis belterületen a települési jegyzőjét, külterületen pedig a járási földhivatali osztályt. Tolna megyében 2018-ban 202 parlakfűvészlelést foglalt jegyzőkönyvbe a hatóság.